el kell látniuk. De egyáltalán nem érdekünk az, hogy magas képzettségi munkaerő Magyarországról külföldre kerüljön ki, akár még a szomszédos Ausztriában sem. Az igényeknek olyan mértékű növekedését lehet látni Németországba, Ausztriába, az észak-európai államokba, amelyik valóban munkaerőt von el Magyarországtól. A források az egészségügyi kutatásokra és a fejlesztésekre legalább ilyen szűkösek. Ma Magyarországon az egészségügyi kutatás vonatkozásában egy előnytelen változás következett be. Ezt költségvetési forrásokkal nagyon nehéz kezelni, de a költségvetésben mégis van némi lehetőség, némi mozgástér erre. Ugyanis ha nem kapcsolódunk be azokba a nemzetközi rendszerekbe, amelyek mind a legsúlyosabb betegségek, így például a daganatos betegségek, a szív- és érrendszeri betegségek vonatkozásában lehetőséget nyújtanak új technológiáknak a bevezetésére, akkor menthetetlenül lemaradunk. Nem csak a nyugat-európai országoktól, hanem a környező országoktól is. Mindezek vonatkozásában a 2011 évi költségvetés lehetőséget nyújt bizonyos elmozdulásra. Lehetőséget ad bizonyos rendszer átszervezésre. Lehetőséget nyújt egy újfajta gondolkozásra. De azt gondolom, hogy csak ez az első lépésnek a megtétele azon az úton, amelyik elvárható egy korszerű nyugat-európai ország egészségügyétől. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselő úr! Most Hegedűs Lórántné képviselőasszonynak adom meg a szót a Jobbik képviselőcsoportjából. Őt Szalai Ferenc képviselő úr fogja követni. Parancsoljon, képviselőasszony! Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt ház! A tegnapi napon a hozzászólásomban, amelyben a költségvetés önkormányzati fejezetéről szóltam, már jeleztem, hogy sajnálatos módon mennyire nem igaz az, hogy ez, idézem Orbán Viktor miniszterelnök urat, a megújulás költségvetése lenne, illetve hogy nem az örökölt rendszer fenntartása lenne, hanem valami teljesen újat kezdene a kormány. Nagyon sajnálatos, hogy mindez nem igaz. Én ezt a tegnapi felszólalásomban részletesen bemutattam önöknek, illetve próbáltam volna egy olyan új logikát bemutatni, amelyben a normatívák megállapítása során talán közelebb kerülünk a való élethez, és a normatívák, melyek feladatokat finanszíroznak, valóban teljes egészében lefednék a feladatellátást. Ugyanakkor egy nagyon kedves képviselőtársunk, egy fideszes polgármester azt mondta, hogy már csak ezt az egy évet, már csak a következő egy évet kell kibírnia valamilyen módon az önkormányzatoknak, és akkor higgyük el, hogy utána már sokkal jobb lesz. És amikor erre a mai napi felszólalásomra készültem, arra gondoltam, hogy valójában nincsen értelme további részletezésnek, hogy melyek azok a normatívák, amelyek nem elegendőek, milyen új gondolkodásmódot ajánlanánk mi önöknek, hogy hogyan lehetne az önkormányzati részt egy kicsit feljavítani. Mert kérem tisztelettel, én mást az elmúlt 30 évben, így a kommunista rendszerben sem hallottam, gyakorlatilag mióta az eszemet tudom és megértem a híreket, mint hogy csak a következő évet, csak még egy-két évet kell kibírni úgy, ahogy valahogy, és utána már sokkal-sokkal jobb lesz. Most még egy picit megszorítások jönnek, de aztán már higgyük el, hogy jobb lesz. Jelentem tisztelettel, nincs a magyar vidéknek több ideje. A következő év válságos lesz. Tehát, hogyha most nem próbálunk valamilyen módon ebbe az önkormányzati részbe, ebbe a költségvetésbe belenyúlni valamilyen módon és segíteni az önkormányzatoknak, akkor nem lesz több ideje a vidéknek. Tehát el fog dőlni a tavalyi évi botrányos bajnai kormány által benyújtott költségvetés Szolgai másolása, mert másról nincsen szó, hát ugyanazokat a normatívákat láthatjuk ebben a költségvetésben is, egyszerűen nem lehet út számunkra. Én nagyon kérem azokat a tisztelt
fideszes képviselőket, akik polgármesterek is egyúttal, pontosan tudják, hogy mi a helyzet a saját településükön. Ha valóban komolyan gondoljuk a nemzeti együttműködés rendszerét, még nem késő, még ebben az időszakban igenis lehet olyan költségvetési módosító indítványokat előterjeszteni, amely valamilyen úton, módon, ha csak egy kicsit is, de próbál segíteni a vidéki településeinken. Mert kérem tiszteletem, mi történik akkor, hogyha ez a költségvetés ilyen módon majd végrehajtásra fog kerülni a következő évben? Mi történik akkor, hogyha nem hagyjuk, hogy legalább egy kicsit levegőhöz jussanak az önkormányzataink? Egyrészt nem tudják majd fenntartani az intézményeinket. És ahogy a múltkori hozzászólásomban is jeleztem, nagyon sajnálatos módon pontosan a körzetesítést, ugye az önkormányzati társulások által fenntartott intézményeket próbálja segíteni a kormány azáltal, hogy pontosan ezeket a normatívákat emeli fel, de ez nem jó út. Az a település, az a falu, ahol nem marad óvónő, nem marad tanítónő, nem marad pap, nem marad orvos, az a falu előbb-utóbb elnéptelenedik, megszűnik. Azért, hogyha nem tudják fenntartani az intézményeiket, ezek a települések, akkor életképtelenné válnak. Ezeken a normatívákon, amelyek ezeknek az ellátás, ezeknek a funkcióknak az ellátását segítik, muszáj lenne valamilyen úton, módon változtatni. A másik az, hogy mi történik azokon a településeken, amelyek ennyire ki vannak véreztetve, ennyire ki vannak szolgáltatva. Nem csak az intézményeiket nem tudják majd fenntartani, hanem majd megjelenik a beruházó. Hívjuk most csak az egyszerűség kedvéért, vagy a közérthetőség kedvéért Joachim Blumnak. Joachim Blum megjelenik, és ahogy mint tette, letesz 10 millió forintot az önkormányzat asztalára, ugye egy osztrák határmenti kis településen. Itt van ebben a csomagban 10 millió forint, azt a határmenti nagy földterületet, nagyon sok hektárt megveszem. Most aláírjátok a szerződést, vagy holnap már nem vagyok itt. És eladták neki. Eladták a magyar földet üveggyöngyökért, gombért pityikért, vagy milyen más népi hasonlatot mondjak. Azért, mert egyszerűen nem tudnak ellenállni a kísértésnek az önkormányzataink, amikor arról van szó, hogy van bármilyen úton, módon, de valamilyen bevétel, és igen, akkor a magyar földet adják el. És azért lesz a magyar föld, aki azt birtokolni fogja. Erről szól a következő évi költségvetés. Én nagyon kérem a tisztelt képviselőtársakat, hogy be fogunk nyújtani a frakciónk részéről jó pár módosító indítványt, amely a magyar vidék, a magyar település jövőjét kívánja segíteni, hogy támogassák, legyünk ebben valóban együttműködőek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, képviselő asszony. Most Szalai Ferenc képviselő úrnak adom meg a szót a Fidesz képviselőcsoportból, őt majd egy LMP-s képviselő úr fogja követni. Köszönöm. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt képviselő asszony, az önkormányzatokról szólt, és a Fidesz önkormányzati embereiről, polgármestereiről is megemlékezett. Valóban volt polgármesterünk, és én is azt mondom, hogy mondhatjuk nyugodtan, hogy az elkövetkezendő évet nekünk polgármestereknek is nagyon végig kell gondolnunk, hogy hogyan tudjuk működtetni a településeket, de egészen biztos vagyok benne, hogy tudunk közösen gondolkodni a kormánnyal, akár úgy is, hogy feladatokat elvenni az önkormányzatoktól, a források biztosítását kicsit más rendszerre helyezve, tudjunk az önkormányzatok életében akár fényt az alagút végén mutatni. Egyel biztosan könnyebb ez az év, mint az elmúlt évek voltak. Nem tudom, képviselő asszony is biztos emlékszik arra a mondásra, hogy több pénzt az embereknek, több pénzt az önkormányzatoknak. Akkor minden önkormányzat úgy gondolta, hogy tényleg jobb lesz, és mindig sokkal, de sokkal kevesebb lett. Azt gondolom, hogy most az az út van, amikor szembe tudunk nézni rögtön az elején, hogy milyen problémákkal kell megküzdeni önkormányzatnak, kormányzatnak közösen. És azt gondolom, itt az együttműködésben, a közös gondolkodásban nagyon-nagyon sok erő lehet a későbbiekben. Nem azt mondom, hogy könnyű lesz az önkormányzatoknak, mert ez egészen biztos nem így lesz. De az biztos, hogyha a feladatok normális átcsoportosításával, a párhuzamoságok megszüntetésével tudunk gondolkodni, az akár az önkormányzatoknak kis könnyebbséget is hozhat. Én is ismerem a legkisebb településektől a legnagyobbakig. A problémákat nagyon sokaknak túlélési gondjuk lesz, egészen biztos, de ha időben szólunk, időben lépünk, biztos, hogy meg lehet oldani a problémákat. Arra vigyázni kell, amit ön mond, hogy a vagyonfelélés tovább ne mehessen, főleg a földfelélés, a föld értékesítése ne mehessen tovább.
de az azt gondolom, hogy felelős önkormányzati vezető fejében meg sem fordul, hogy igazából a földet adja el maga alól. A kényszer nagy úr, de egészen biztos vagyok abban, hogy egy normális és előre gondolkozó kormányzat tud segíteni az önkormányzatain. És hogyha ezzel kezdtem, akkor a normálisan gondolkodó vonalon hagy menjek. Az elmúlt időszaknak, az elmúlt 8 évnek volt néhány olyan tétele, amelyet elég nehezen vett, azt gondolom, az egész magyar nemzet, az egész magyar nép, hiszen olyan gondolatok fogalmazottak meg, amelyek mindig arról szóltak, hogy jobb lesz, mindig arról szóltak, hogy kicsit könnyebb lesz, és akkor mindig nehezebb lett. Ha azt mondták, hogy bérfejlesztés, akkor egészen biztos a közalkalmazotti bérfejlesztés után olyan áremelések jöttek, olyan inflációs növekedés jött, amivel sikerült visszavenni. Vagy hogyha arról beszéltek, hogy az önkormányzatoknak jobb lesz, akkor biztos rosszabb lett az önkormányzatoknak, és sok hasonlót mondhatok, de talán a legnagyobb baj, a legnagyobb probléma az az volt, hogy elkezdett fogyni a nemzet olyan szinten, hogy a mostani jelentések szerint 10 millió alatt vagyunk. A másik igen komoly problémánk a 600 ezer munkanélküli, a csődbe ment cégek, a csődbe ment vállalatok és a kilátástalanság, a bizonytalanság. És azt gondolom, ez a mostani költségvetés, ha valamit lehet mondani, hogy előnyös és erős, az egészen biztos az, hogy a nemzet fogyását megállítandó olyan családpolitikát visz, amely a gyerekvállalást erősíti, amely a családok erősítését igen-igen előtérbe tolja. Fontosnak tartom, hogy a munkahelyteremtés is hasonlóképpen kezeljük. Nem gondolom, hogy azon vitatkozni lehet, hogyha ma Magyarországon 3 millió ember dolgozik, abból 1 millió ember dolgozik a termelésben, akkor az egyik legfontosabb feladatunk az, hogy a termelő beruházásokat segítsük, a közép- és kisvállalkozásokat segítsük, a munkahelyteremtést segítsük, és nyilván ez nem szlogen, hanem hogyha látják, a források átcsoportosítása, az adókedvezmények mind-mind ezt az irányt veszik, és ez nagyon sokat segíthet az egész országnak. A különadókról én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos azt látni, hogy a különadók nem csak arról szólnak, hogy igazából a bankok mit szólnak, a szolgáltatók mit szólnak, hanem azt látni, hogy egy más irány, egy más gondolkodás van, nem az emberek zsebéből, hanem azoktól kér az állam, azoktól kér a kormány, akik az elmúlt jó néhány évben ennek a piacnak, amelyet Magyarországnak hívnak, a haszonélvezői voltak, és azt gondolom, ők is belátják, hogy a későbbiekben is piac lehessen Magyarország, segíteniük kell. Ennyi bevezető után az én vagy a bizottságunk területéről, a sportról és a turizmusról, idegenforgalomról. A sport ágazata volt az az elmúlt 8 évben, amely mindig nagyon büszke volt arra, hogy bizottsági szinten megbeszélte a dolgait, ott el is fogadta független pártállástól mindenki, hogy merre kéne előre menni, aztán természetesen nem történt semmi. Hiába mondtuk el, hogy ennek az országnak nem az a legnagyobb baja, hogy mennyi útja van, mennyi autópályája van, mennyi iskolát, egyetemet építünk, hanem az, hogy az egészségi állapota milyen. Ennek az országnak katasztrofális az egészségi állapota. Nagy Kálmán képviselőtársunk beszélt az egészségügyről, annak a gyógyítás részéről. Csak az a tragédia, hogy jó lenne egy országban úgy élni, hogy nem a gyógyítás lenne az első, hogy az orvosok már csak a legszűkebb rétegeket kelljen, hogy gyógyítsanak, és a prevenció sokkal magasabb szintre kerülne. Hogy eljutnánk odáig, hogy az egészség az egy alapvető érték lenne. És nem abban topzódnánk, hogy amikor benn vagyunk a kórházban, akkor döbbenünk rá, hogy mit követtünk el magunk ellen. És akkor már az orvosok persze dolgozhatnak, de sokkal nehezebb a dolog, sem mint hogyha egy egészséges országról beszélünk. És ezt kockáztatta az elmúlt 8 év, jelentős mértékben ezt kockáztatta. Olyan szinten tette tönkre ami a sportot és az egészséges életmódot, hogy az egyszerűen hihetetlen. Ha megnézik a mutatókat, és ezt is mondta főorvos úr, olyan mutatóink vannak a keringési és érrendszeri betegségekben, a szívbetegségekben, a mentális problémákban, amelyekkel Európában az elsők között vagyunk. És ennek jelentős részét a rendszeres mozgással, a normális táplálkozással és természetesen a stresszmentes élettel meg lehetne előzni. Azt hiszem, hogy az elmúlt 8 év egyik legnagyobb katasztrófája az volt, hogy ezt hiába mondtuk, hiába akartuk átvinni, egyszerűen süket fülekre találtunk, farhány borsa volt az egész. Az alaptézis az lett volna, hogy a gyerekeknek adjuk meg a lehetőséget arra, hogy minden nap mozogjanak, a mindennapos testnevelést kaphassák meg. Nem sikerült. Fél órát sikerült növelnünk a testnevelés órák számán. És az a gyerek, aki a megfelelő életkorban nem kapja meg a megfelelő mozgásmennyiséget, az a gyerek ezt nem tudja pótolni. Matematikát, történelmet bármikor lehet tanulni, mozgást nem lehet bármikor bepótolni. És ezt jó lenne, és most úgy látom, a mostani kormány belátta, meg kell tudni érteni. Ezért ennek a mostani költségvetésnek az egyik legfontosabb része az, hogy el tudott indulni a mindennapos testnevelés irányában.